Észak-Koreába látogatott a kubai elnök, az áprilisban hivatalba lépett Miguel Diaz-Canel első külföldi körútján Moszkva után érkezett Phenjanba, ahol az állami tévé szerint stratégiai kapcsolataik bővítéséről és erősítéséről állapodott meg Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Mindkét országot az Egyesült Államok gazdasági büntetőintézkedései sújtják. Az észak-koreai állami média nemrég újult erővel bírálta az amerikai szankciókat, amelyek fennmaradása esetén a nukleáris fejlesztések folytatására célzott.